egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de ami a legfontosabb volt számunkra, hogy idegenből 3 pontot el tudtunk hozni, azt sikerült teljesítenünk. Én úgy gondolom, hogy a mai mérkőzés bizonyította a fiúknak azt, hogy a győzni akarás, az akaraterő párosul a játékkal, ami most egy picit döcögősebb volt, akkor lehet mérkőzést nyerni. Jó pár mérkőzés előtt megmondtam már, hogy van körülbelül egy csapat, a Fradi, és van a Békés Csaba, és a köztelévő 10 csapat az körülbelül egyforma játékerőt képvisel, tehát bárki képes bárkit bárhol legyőzni. Én úgy gondolom, hogy egy pici meglepetést okoztunk a felállásunkkal a Honvédnak, nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni, az íveléseiket azokat nagy százalékban hatástalanítottuk. Volt ugyan egy 11-esük, amit a Nagy Geri hárított, és itt szeretném is kiemelni a Nagy Geri és az Osváth Attila teljesítményét, és nem a gólja miatt, mert ha nem rúgott volna gólt és 0 ez a mérkőzés, akkor is azt mondanám, hogy egy szenzációs jobb hátvéd teljesítményt tett le ma az asztalra, de természetesen ehhez kellett a csapat, a többiek is ugyanúgy oda tették magukat, ők egy picit kiemelkedtek, de azt hiszem ez is bizonyítja, hogy a fiataloké a jövő, lehet rájuk számítani, lehet bennük bízni, és ezzel az úton tovább jobban is járni. Amikor említetted, hogy meglepték a Honvédot a felállásunkban, akkor a Bukaszovics és Adamovicsnak egy időben való játékára gondoltál? Nem, én inkább a formációra, ahogy most pályára léptünk, nem a nem megszokott 4-3-3 volt, hanem váltottunk. Vártuk azt, hogy a Honvédnak tulajdonképpen mi lesz a reakciója, mit próbál majd kezdeményezni, vagy hogy próbál kezdeményezni. Úgy gondolom, hogy a türelmünknek most eredménye is volt. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen. Gratulálok a játékodhoz és a gólodhoz. Kétség nélkül a mérkőzés egyik hőse voltál. Köszönöm szépen a teljesítményemhez. Hát próbálok a csapat használni mindenképpen, hogy a pályára kerülök. Próbálom bezonyítani a stábnak is, hogy helyen van a csapatban. Úgy gondolom, hogy ma jól sikerült. Hál' Istennek tudtam rúgni egy gólt, ami győztes volt. Ez nagy dolog számomra, hiszen jobb oldali védővel nem sűrű rúgok gól, de külön öröm, hogy győztes gól is volt. A szituációra úgy emlékszek vissza, hogy kaptam egy keresztlabdát, sajnos láttam megmondani kitől. Utána szerencsére sikerült jó ütemben átmenni a labdába, a védőnek elment kötélybe, és utána szerencsére sikerült jól eltalálnom. Ügyek, talán nem sokan tudják, hogy 17 vagy 17 és fél éves korodig ugye csatát játszottál, és ugye, ha jól emlékszem, 2,4-es gól átlagod volt mérkőzéseként, tehát nem nincs távol tőled a gól veszélyesség. Igen, hát játszottam igen támadót is, elég sokáig, még MB2-ben, Veszprémben is támadót játszottam, ott mutatkoztam be, és akkor hál' Isten jó volt a gól átlagom, de akkor csak U19 másodosztály volt, szóval ezt nem mondhatom mérvadónak. Jelenleg a felnőtt bajnokságban próbálok minél eredményesebb lenni, és a Vasas próbálom segíteni, minél sikeresebbet legyünk. Mik voltak a nehézségei ennek a mérkőzésnek? Mindenképpen tudtuk előre, hogy egy jó csapattal fogunk találkozni, próbáltuk meglepni őket, ami sikerült is úgy gondolom. Szerintem sikerült jól játszani, kivittük a szívünket a pályára, és a gól után úgy védekeztünk, úgy gondolom még idén a bajnokságban egyszer se. Stabilak voltunk nagyon hátul, és le tudtuk hozni 0-ra a mérkőzést, ez nagyon fontos volt. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok a teljesítményhez. Gratulálok a győzelemhez, a játékodhoz. Valószínűleg egyetértesz velem, hogy az elmúlt mérkőzésekhez képest ma azért kijött neked a lépés, te is így érzed? Igen, én érzem, hogy az elmúlt 2-3 meccs az gyengében sikerült, de nekem, meg úgy azért a csapatnak se jöttek az eredmények, de úgy gondolom, hogy én is és mindenkinek sikerült javítani a játékán, és ezért is nyertünk ma, meg a akarás volt nagyon fontos, hogy mindenki győzni akar. Az első fél időben volt egy percen belül két olyan szituáció, amikor egyszer ballal, egyszer meg jobban lőttél, hogyha visszaemlékszel. Hogyan emlékszel vissza erre? Az első ugye ballal vezettem a védelemre a labdát, ballábamba került. Egy picit elkukkottam azt a lövést, az gyengén sikerült. A második az már jobban rákészültem, ugye a jobb lábam is volt a labda, az jobban sikerült, de kicsit az is elkerült a kapus sajnos. Ugye a középpályán most ugye nem a megszokott középpályással játszott, hanem ugye Vukaszovics, Adamovics és te voltál középen. Ez mennyiben volt szokatlan most ezúttal a korábbi mérkőzésekhez? Mérkőzésen nem játszottunk még együtt, de edzéseken voltunk már együtt, ugyanúgy tudjuk egymásnak a mozgását, azért úgymond össze vagyunk már szokva edzésen.
úgy gondolom, hogy, hogy jól sült el ez a felállás. Nem volt túl nagy teher, hogy neked kellett irányítani a csapatot most? Úgy gondolom, hogy nem volt nagy teher. Mik voltak ennek a mérkőzésnek a nehézségei, tehát hogy belülről átélve? A Honvéd is nagyon akarta a győzelmet, jó felépítésű játékosok voltak erősek, igazából akarattal tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést.